Fontos, hogy a motoros szezon indulásakor a sofőrök a több hónapos kihagyást követően készítsék fel járműveiket és önmagukat is az újbóli közlekedésre. Elengedhetetlen például a bukósisak és a protektorral ellátott védőruházat használata. Kizárólag kifogástalan műszaki állapotú motorkerékpárral szabad közlekedni, ebben pedig fontos szerepe van annak is, hogy ősszel hogyan tette el a járművet a gazdája. Aki egy igazán jó motoros vagy szereti a motorját, akkor ősszel már úgy teszi le a motort, hogy tavasszal az gyakorlatilag ugyanabban az állapotban, mint ahogy letette, rozsdamentesen, sérülésmentesen, tehát gondolok itt akár arra, hogy a fagynak kitéve, illetve üzemanyag, ha megfelelően tankolta, megfelelő üzemanyagot tankolt vele, akkor az kibírta a pár hónap állást. A láncoknak a kezelése, és sorolhatnánk a gumik állapota, hogy tehermentesítettük a rugózatot. Tehát van itt ennek több-több olyan pontja, amelyet egy jó motoros már tud, aki meg nem keresen egy szervizt vagy egy szakembert. Vezetéstechnikai szempontból nem szabad megfeledkezni arról, hogy ilyenkor több hónapos kihagyás állhat egy motoros mögött, ezért a szokásosnál körültekintőbben kell megtenni az első tavaszi utat. Sőt, még az autósoknak is szokniuk kell ilyenkor, hogy adott esetben egy vagy akár több motor is feltűnhet a visszapillantó tükörben. Az én tapasztalatom az, hogy most már egyre kevesebb, egyre kisebb az az ellentét, ami volt, tehát egy picit tompítani látszik. Én bízom benne, hogy ez a jövőben még jobb lesz. Az az oka talán, hogy mi motorosok a sebességet, illetve magában a gyorsulást az autókhoz képest jobban tudjuk produkálni. Tehát addig, amíg egy motorkerékpár gyakorlatilag 4-5 másodperc alatt 100-on van, vegyük le akkor a lakott terület 50 km sebességét, tehát egy motoros a semmiből 2-3 másodperc alatt ott van. Ha az autós erre nincs felkészülve, megtörténhet a baj. Az elkerülés érdekében fontos a megfelelő gyakorlat és képzés. Néhány évvel ezelőtt szinte minden fiatal motorozni szeretett volna, ez a lelkesedés azonban egy kicsit alább hagyott. Inkább vár egy picit, vagy nagyobb kategóriára vált, tehát egy 125 köbcentisre, vagy akár még vár egy picit, mint most is ebben az évben találkoztam már egy olyan új tanuló kartonnal, akinél ugye felvettem a kapcsolatot, és jeleztem, hogy mikor és hogy kezdhetünk. Jeleztem, meggondolta magát, inkább picit vár még, és személygépkocsira fogja a jogosítványt megszerezni. Változott a korosztály és a nemek aránya is. Egyre több nő kezdi el a képzést, és az is egyre gyakoribb, hogy az idősebb korosztály, az 50 év fölöttiek kezdik el megvalósítani régen dédelgetett álmukat, és motorra ülnek.